Hát a legjobb viszony Na, sziasztok Ez a főcsatorna, Hát uh, most Ilyen fényviszonyokat tudok nektek csinálni Sajnos Pont ide süt a nap De nem tudom jól látjátok-e Most uh, A másik setup Az -hoz, Hozzáférnék csak rá uh, Most Itt ez ilyen Próbáljuk ilyen tenézetes fények között csinálni Na uh, van egy kedves munkatársam, és van ez a játék, amiről, ami 1995 óta van, és én nem is hallottam róla. Ez pedig a hatalom kártyái névre hallgató ilyen gyűjtögetős párbaj kártya, mint a yu gi -Oh, vagy a Hearthstone, csak ez egy picit összetettebb, és a uh, yu gi -Oh is használnak kockát egyébként, csak ott egy darab kockát. Uh, itt meg viszont több kockát használnak, majd még egy 20 oldalas kockát kell szereznem. De most ezt vettem pluszban, meg még mana jelölők kellenek. Na, akkor uh, vettem egy alfa paklit, mert uh, mondta, hogy kezdésnek szerinte ez jó. ha el akarja valaki kezdeni játékot, illetve vettem egy ilyen zén legendái uh, ilyen, ilyen mini boostert, amiben ilyen pár darab kiegészítő kártya van az, azt is írja, hogy egyébként, hogy ez ilyen kiegészítő sorozat egyébként. nem tudom, talán 6 kártya lehet benne. Csak akkor ez 31, akkor lesz 37 kártya pakliba. Na, akkor az ilyen druida pakli, vannak benne mindenféle tök jó szörnyek, és ugye nem nagyon ismeri a jogiót, de viszont ezt azt mondta, hogy már elég régóta gyűjti hatalom kártyát, és azt mondom, én nem is hallottam róla, pedig elég régóta van. Na, akkor nézzük, mit tartom az a, a maga az alfa pakli, tartom az a magát a játékszabályt, amilyen milyen kis jó pufa, egyszerű felírja, egy, mindent leír, ami amúgy lényeges lenne a, vagy lényeges a játékhoz. Szóval, na, akkor a manai jelölöket ezt még berendelem. Na, túl sokat fecsögök, nézzük meg, mit tartalmaz a pakli. De úgyhogy én már láttam, csak gyorsan átnéztem. Kíváncsi voltam, mit tartalmaz. Így mutatom nektek. Előleg van benne egy ritka lap. De aztán a Aki kértenek a játékhoz, majd azok megmondják, hogy melyik az a ritka lap. Na, akkor uh, kezdjük. Ez egy szörny lap. Nem tudom, mennyire látszik. Uh, Telkrid agyszívó. Uh, igen, ez nagyon hasonlít mondjuk a én mondom nektek, a Lovecrafti, i ö... hívják azt a szörnyet? Ö... Mindegy, majd eszem jó, de nagyon néz a Lovecraft-i Van itt nekünk egy druida, nem tudom mennyire látszik. Következő majd a yu az majd, mert olyan pakket is rendeltem, az majd egy picit jobb lesz majd, mert akkor jobb, megvallom jobb fényfizonyok legyenek. Aura faló én úgy hallottam, hogy ez van egy magyar legenda egyébként az a szörny, és hogy régi hiedelem szerint létezik, de szerintem ez a na mindegy. Akkor van ez az aura faló, és akkor ennek van ilyen speciális képessége ennek a szörnynek, de minden, itt minden egyes szörnynek van speciális képessége, nem minden jó volt a normál szörnyeknek régen nem volt képességük, meg effektjük. Itt minden egyes szörnynek van effektje űzött vad. Amúgy az illusztrációk, nem tudom, mennyi látjátok. Azok egész jól néznek ki, de majd lesz mondjuk, hogy úgyis milyen ilyen booster bontogatós videók is lesznek majd ebből. A kártya minősége szerintem nagyon vékony. Nézzetek, milyen papír vékony. Amúgy nem rossz, csak nem is tudom nyilván, mi hogy most pontok először ilyet nem erre számítottam, de viszont maga az illusztrációk azok nagyon jók. ezekben is mondjuk kártyavédőkbe kell rakni, mert tényleg nagyon szépek a kártyák. Ő, ö, ősi gyógyítás. Ez azt hiszem, ez egy csapdalap, mind a yu gi -Oh! A, a druida mester, még egy szörny. Itt úgy látszik a színe jelölik, hogy milyen archetipushoz tartozik, tartoznak a kártyák. Uh, if you do Azért mondtam, hogy egy kicsit olyan harcstónos is, meg kicsit jugós is. Szóval mindkettő van benne, mert ugye a harcstónban nincsen uh, csapdalap, azt hiszem. Vagy nem, csapdalap nincs, de viszont azt hiszem varázslapok, milyen segítőlapok vannak. Itt viszont vannak csapdalapok is, és vannak uh, varázslapok is, szóval nagyon hasonlít a jugóra. Csak ez a játék, ez meglepő, mert ez régebb óta van, mint maga a jugó. Ki gondolta volna? Szörny, megint egy szörny, erdei, erdei griff. Ebből van kettő is a pakliba, ősi tudás, ez egy varázslap. Kapsz uh, négyet, vagy uh, igen, négy célpont, uh, mi ez? Kapsz négy. Vagy célpontot a kerül. Ezt hogy Hm, érdekes. Négy manát, vagy az négy mana ö, kettő manába körül az a kártya. Hm. Jó, akkor ilyen ö, druida, ez is egy szönyg. Az... Mondtam, Elóra falóból is van még egy űzött vad, megint csak vérszomjas karvaj ö... Táplátás. De egy kicsit morbidak a kártyák így megint egy ilyen csapda ősi gyógyítás, druida mester, ifjú druida, megint egy erde, még egy erdei griff, ősi tudás, ez varázslap, ö, druida, Orofoló a boss, ö, ez a harmadik már, űzött vad, vérszomjas karvaj, táplálás, ősi gyógyítás. Igen, akkor itt is úgy épül fel druidamester, ebbe is volt, igen, még egy uh, ifjú druida, griff és egy ősi tudás. Szóval itt is hasonlóan épül fel, mint a uh, mint a Yu-Gi-Oh! pakli, hogy egy adott szörnyből vagy varázslappal uh, lehet több is az adott pakliban. Na akkor nézzük, hogy mit tartalmaz maga a uh, kiegészítő csomag, amivel majd Aha, ez még félbe a kártya, úgyhogy itt van fognak félni a is, az új kártyák is. Nézzük, mit tartalmaz az a... Ez a ö, bővítői csomag, ami nem is volt drága, 890 forint csak szóval, és ez a kis kiegészítő csomag az annyira nem is vészes így árba. Ezt hogyan tudom akkor, hogy letépni? Nem akkor, a kártyába. Úgyhogy ezt a boosterek mellett láttam, és hát a booster az meg annyiba kerül, mint az egész, izé. hogy nem tudom. Nem tudom, hogy... Ez miért? Lehet, hogy uh -huh. nem milyen... is úgy kellett volna. De így még nem tudom feltépni. Aha. Jó, hát akkor... hogy. Van így... Nem meghalítani a kártyákat. Ó, sikerült. Na és akkor nézzük, hogy mit tartalmaz. Elvileg 6 vagy 7 kártyát tartalmaz. Na nézzük. Ez egy olyan kártya, ami elvég egy békés tisztás. Uh, Dahi, uh, mi ez? Dahilia jövő látnoka. És azt hiszem ezekben is uh, többféle van, ha minden igaz. Akkor itt egy szörny, ez, uh, ez gót, a gót a legyőzhetetlen. Érdekes, ez ma a Lidlába tartozik, Gata, Garhatin, az meg Rat. Igen, ma aha, azok az érzik, az, jaj, az, az, az meg Saromba tartozik, aha. És ez szörnyű. Grox, Mati, Átokmanó. Mérgezett vizek. Ó, itt pedig van egy ilyen kártya, ezen egy X jelöli, és nem mutatja, hogy mennyi uh, monát kell érte. Talán az mekkora az értéke. Végz, végső pusztítás. Dronodon. Ez viszont nem tudom, hogy ebből a pakliba használta, de ez majd aki jobban érti a játékot, azt majd nyugodtan írja meg. Úgyhogy ez az úcsó ez szerintem vonás, hogy csapdaszerűség ilyen segítő lap. X annyi, mint a játékból lévő legnagyobb költségű lap, költségű max 3 célpont per gyűjtőbe kerül. Várjá ez ennyire erős kerül, hogy az NFL gyűjtőjéből minden lap a semmibe kerül. Huh. Jó, azt mondja, egy kicsit majd átnézzük a szabályokat, az, így mit takar ez a uh, szabály, de ez nem tűnik rossznak. Na, ez lett volna a hatalom kártyájának alfa-druidák uh, alfa-pakli bontása. nem tetszett nektek ez a videó, ebből még várható majd tartom, esetleg booster bontás esetleg. hogy meg ilyenek, mert majd fogunk játszani munkatársaimmal, azért vettem ezt a paklit. És majd akkor ö, ja, kiderül, hogy milyen a játék, de elég összetett is tetszik egyébként maga a, ez a kártyajáték. Úgyhogy most elköszönök tőletek, Na, tetszett a videó, és akkor a holnapi nap várható majd a Yu-Gi-Oh! lesz benne, nem, ö, egy paklit bontunk, most kettő starter fogunk bontani a videóban, illetve egy booster csomagot még ráadásképp fogunk bontani a holnapi videóban. Én most elköszönöm, hogy Sziasztok!